Az Anthropic bevezetett egy új izgalmas képességet, az Artifact-et a Cloud-ban. Ez lehetővé teszi a Cloud számára, hogy a fő beszélgetéstől elkülönített különálló ablakban tartalmat hozzon létre, és osszon meg a felhasználókkal. Az Artifacts megkönnyíti az AI által generált tartalmi egységekkel való munkát, amelyet később módosítani, továbbfejleszteni vagy hivatkozni szeretnénk. Itt látjátok is a Cloud-nak a weboldalán, hogy ez egy külön dedikált ablak, amelyek a felhasználók kérésére generált önálló tartalmat jelenítenek meg. Ezek nem egyszerű szöveges válaszok, hanem interaktív, szerkeszthető kimenetek, amelyek tartalmazhatnak kódrészletet, dokumentumot, weboldalat, képeket, egyebeket. Itt láthatjátok, hogy ez például a következő kérésre hozta létre. Készíts nekem egy 8 bites rajzot egy macskáról, és meg is rajzolta számunkra ezt a macskát és már egyből SVG formátumban rajzolta meg, ez egy vektoros formátum, és ha ide rámegyünk a kódra, akkor látható is a kód, hogy ezekből a téglalapokból építette fel, és ki is színezte ezzel a megfelelő színekkel, hogy úgy nézzen ki, mint egy macska, bár lehet, hogy inkább ezzel a szürke színnel egy egérhez hasonlít. Sziasztok, Pintés Zsolt vagyok az Emperor pintjő csatornától, és minden, amit most megnézünk a mai videóban, teljesen ingyenesen elérhető. Nézzük meg az Anthrophicsnak a bejelentését a Cloud Artifacts-ről. Itt láthatjátok ezt a blogbejegyzést, természetesen minden link, amit most megemlítek, a, meg lesz a videó leírásában, tehát ott el fogjátok érni. Itt van egy kis összefoglaló róla, illetve bemutató. Itt nagyon fontos az, hogy mikor is jönnek létre ezek az artifekcek. Ha Claude megállapítja, hogy az általa elállított tartalom rendelkezik ezekkel a jellemzőkkel, amik itt találhatóak, akkor fogja létrehozni az artifektet. Ezek mik? A tartalom jelentős és önálló, jellemzően több mint 15 soros. Valami olyasmi, amit a felhasználó valószínűleg szerkeszteni, továbbfejleszteni, vagy a beszélgetésen kívül újra felhasználni szeretne olyan összetett tartalmat képvisel, amely önmagában is megállja helyét anélkül, hogy további beszélgetési kontextus igényelne, és olyan tartalom, amelyre a felhasználó veszek később is vissza akar majd hivatkozni vagy használni akarja. Tehát ezeknek a feltételeknek megfelel a kérés, amit a nyelvi modellhez intézünk, a klódhoz, akkor automatikusan létre fog hozni egy artifektet. Itt láthatjátok is a Chatablakban, tehát kértem tőle ezt a macskát, megrajzolt, és utána azt mondtam, tehát visszahivatkoztam rá, hogy szeretném, ha ez a macska narancsszínű lenne. Itt látjátok, hogy a bal oldalon a további szövegeket írja le, hogy mit is csinált, illetve egy kattintható állományt is ide rakott nekem, amit ha kattintással megjelenítek, akkor az a jobb oldalon egy ilyen önálló ablak részben jelenik meg. Itt látni a preview előnézetét, tehát látjátok, pontosan ugyanaz a macska, csak most már narancs színben a kódot itt látjuk, és itt látni a kódban is, hogy a kitöltés színét megváltoztatta. És itt még lehet még tovább menni, tehát mondhatom azt, hogy például készítsen egy html oldalt, ami egy sörözőnek az oldala, és ez a macska lesz majd a kabalája ennek a sörözőnek. És nézzétek meg, rákattintunk, létrehozta ezt, és ott van a macskát, berakta a weboldalba, tehát tényleg létrehozta, utána kértem még tőle azt, hogy rakjon rá menüt is, és itt van úgy szintén a macskánk, mint kabalállat, és itt van a felszolgálandó menü a majdani sörözőnkben, tehát látjátok, hogy lehet hivatkozni arra, amit már létrehoztunk, és gyönyörű szépen megjelenít itt, itt a jobb oldalon, ugye a kód is itt van, a weboldal kódja, amit le tudunk tölteni, itt jobb alul van a letöltés gomb, és a preview nézetben pedig egyből látjuk, hogy mi az, amit létrehozott. Illetve van még egy nagyon jó funkciója itt a letöltésen és a másoláson kívül a publikálás, ez arra jó, hogy ezt az artifektet meg tudjuk osztani másokkal, és akkor mások is tudják használni ezt a tartalmat, amit előállítottunk vele. A chatgpt t itt érdemes megnézni, hogy ő hogyan reagál ezekre a parancsokra, amit beírtunk, tehát hogy hozzon létre egy macsakot, nézzük meg, itt külön kellett neki mondanom, hogy SVG formátumot szeretnék, mert először csak mindenféle dumát írt ki. Látjátok, hogy létrehozta az SVG fájt, viszont ugye sajnos itt ezt nem látjuk. Tehát ezt le kell mentenünk, meg kell nyitni, és csak akkor látnánk, hogy a valóságban mit készített. Meg is nyitom ezt az SVG fájt, a ChatGPT így képzelt el a macskát. Ez azért valószínűleg egy kicsit rosszabb, mint a Claude-nak a rajzolási tehetsége, még egy picit is egére hasonlít, de inkább macskásabb, mint ez, amit sikerült a chatgpt nek összehoznia. Tehát látjátok, hogy utána azt mondtam, hogy ebből legyen narancs és itt tényleg ugyanaz maradt a kód, amit létrehozott az SVG fájl, és megváltoztatta a színűre, viszont egyáltalán nem látjuk, hogy mit csinál, illetve beleírja, ezt a tartalmat ide a beszélgetés fonalába, ami egy idő után már átláthatatlan lesz az egész. Itt kértem tőle egy HTML-s oldalt, hogy azt is készítsen, de itt sem látunk preview-t, ki kell menni, lementeni ezt a kódot, létrehozni egy html fájlt, azt megnyitni külön, tehát nem látjuk egyből az eredményt, és itt benne van minden a beszélgetésben, tehát egy idő után átláthatatlan lesz, hogyha egy hosszabb beszélgetést folytatunk, és nehezebb is hivatkozni rá, vagy kimásolni, megkeresgélni a kódot, és ezért jobb ez a flótféle megoldás, és sokkal átláthatóbb az egész, itt a preview, és itt a kódnézet, nem hiszem, hogy sokáig adós maradna a ChatGPT valami hasonlóval, valószínűleg ők is dolgoznak már egy ilyenen, és hamarosan ott is találkozhatunk majd ezzel a megoldással, mert hogy nagyon-nagyon látványos és nagyon jó megoldás ez használati szempontból. Nézzük meg, hogy miket is hoztak létre felhasználók ezzel. A Twitteren Dreaming Tulpa osztotta meg ezt a tartalmat, amivel tulajdonképpen azt tudjuk megoldani, hogy egy képet beadunk bemenetként, abból létrehozza a színpalettáját a képnek, ezt utána le tudjuk menteni, és ezt fel tudjuk használni mondjuk a képgenerálás során, hogy egy bizonyos színpalettával dolgozó képet generáljunk. Tehát, hogy így kényszerítjük a képgenerálót arra, hogy ezek a képek kövessenek egy bizonyos színpalettát. Nézzük is meg, hogy hogy néz ez ki. De Dreaming Toolpa megosztotta ezt az artifact ez, amit itt az előbb mutattam, hogy a publikálással meg lehet osztani mások számára, ő is ezt tette. És itt van ez az artifact, egy image color palette extractor, amiről beszélünk. Itt a fáj kiválasztással rákattintunk, akkor ki tudjuk választani a gépünkön azt a képet, aminek a színpalettáját szeretnénk elkészíteni. Itt látjátok az URL címben, az Artifactnek a címét ezt természetesen megosztom majd, a videó leírásában ott lesz megtalálható. Ez megvolt, és utána azonnal, ahogy a képet beleraktuk, szinte pár másodpercen belül meg is jelenik a színpaletta, itt láthatjátok, ha valamik mellől kiszedem a pipát, akkor az utána már nem lesz látható itt a palettában. Érdemes uh, megadni azt, hogy mondjuk uh, több sor legyen, vagy több oszlop, mert akkor kicsit jobban keveri a színeket, tehát ha én most azt mondanám, hogy négy oszlopot szeretnék csak, akkor nem feltétlenül jó lesz az a színpaletta, amivel tudjuk majd segíteni a képgenerást, tehát érdemes ezt a oszlopok számát magasabb értékre emelni, a sorok számát, az ordering algoritmus, a linár az teljesen jó, és érdemes elmosni, tehát mondjuk elmosom 10 pixellel, tehát így összemossa a színeket, vagy 8, az talán elég is. Ezt a képet, amit itt látunk, jobb gomb képmentésevel le tudunk menteni, és utána például a Midjourney-ben, amikor generálunk egy képet, itt van például ez a lovas kép, egy szürreális fotó egy lóról, amit generáltam, Pár paramétert még megadtam, style row, a Chaos 30-as érték, és ne legyen rajta vízjel, szöveg, és ne fekete fél legyen, 3-2-es képarány, és látjátok, hogy generált képeket, mindegyik más színkombináció, egy kicsit mindegyik más hisz a káosz érték, azért megbolondított ezt az egészet, és utána beadtam ezt a színpalettát, mint referencia kép, amit használjon, ugyanezekkel a paraméterekkel, és látjátok, hogy Érdekes ez, amit itt csinált, tulajdonképpen nagyon csíkos lett a kép, meg itt hatjuk lettek a lovakból, viszont egy kis trükköt alkalmazunk, és azt mondjuk, hogy a stylize érték 1000, akkor tökéletesen megkapjuk azt a színpalettát, amit pluszba hozzáadtunk a midgernier a képgeneráláshoz, és már immár nem csíkos, nem ö, ö, próbálja meg a képet úgy megalkotni, hogy ez alapján legyenek a vonalak, vagy bármi más ezt kövesse, hanem csak a színeit használja fel, és mennyire jó látni, hogy tényleg ezzel a színpalettával, amit itt az előbb állít, előállítottunk, ezzel dolgozik, tehát látjátok, itt van az eredeti képünk, és ennek a színeit használta fel, és ezzel, ez most pont nem az, ezzel állítottuk elő ezt a képet bár nem mondanám tökéletesnek ezt a színpalettát előállított, mert hogy itt a barnás arcbőrből sokat nem látunk a színpalettába, úgyhogy ezen valószínűleg még egy kicsit módosítani kellene a kódon, hogy tökéletesebb legyen a kimenete, de nekem már ez is nagyon tetszik, hogy ezzel a színpalettával, amit előállítottunk, egy ilyen artifekttel, milyen jó képet tudtunk generálni, figyeltek oda, hogy a Stylize 1000-re állítva az, ami megszüntette azt, hogy ilyen csíkozódás keletkezzen a képbe, és tökéletesen a színpe a színeit vette fel a képgenerálás a Midjourney esetén. De persze más ilyen képgenerálásnál is lehet használni referencia képet a képgeneráláshoz. És még megbolondították egy kicsit a klódosok, uh, mármint az antropikusok az artifekteket, hogyha itt megnézitek minden artefektben, amit megosztanak az emberek, van egy remix gomb a jobb alsó sarkában, azaz újra fel tudjuk használni. Ha erre rákattintatok, akkor létrejön egy új chat, amiben beemeli az előző artefektet, kiegészíti még egy kis ö, szöveggel, hogy ö, reprodukálja azt az artifektet, és ö, mondjon három lehetséges utat, amivel még ezt lehetne módosítani például és itt már egyből válaszként ezeket nekünk meg is adta. Tehát tulajdonképpen újra itt van, mind a kód, mind preview nézetben láthatjuk a, az előzőleg már használt uh, artifektet, de interaktív ráadásul, tehát látjátok a file kivásztásra kattintok, és berakom ezt a képet, akkor itt működik is. Tehát, hogy nem csak az van, hogy valami statikus képet látunk, hanem tényleg látjuk ennek a. Reaktos JavaScript könyvtárral kiegészített oldalnak a tartalmát és interaktívan tudjuk is használni, tehát nem úgy van, mint egy ChatGPT vagy csak a kód jelenik meg, hanem itt ténylegesen preview nézet is van, amit még interaktívan használni is tudunk. És itt lehetne folytatni a beszélgetést a klóddal, és lehetne ezzel módosítani, lehetne változtatni ezen az artifekten, amit megosztottak mások velünk streaming túlpa itt természetesen osztott még más hasonlót is meg, e, majd ezt is linkelem, ez is egy e, ilyen színpaletta előállító, ez egy kicsit módosított változat, úgyhogy ha rákerestek Twitteren, valószínűleg találtok majd jó pár ilyen artifactet, amit lehet használni. Természetesen itt van ez a Color Grid Generator, ez csak így random generálja bemeneti kép nélkül a színeket, itt megadhatjátok, hogy milyen legyen a stílusa, komplementari, vagy harmonikus, pasztel, tehát gyönyörű szép színpalettákat lehet generálni vele, amit fel lehet használni képgeneráláshoz. Természetesen nem sokat váratott magára a nyitforráskódú közösség sem. Tereza már ha itt kell ejteni a nevét, osztotta meg azt, hogy a github van egy hasonló, az L2B Artifacts, ami open source alternatívája a Cloud Artifact UI-nak, és hasonló képességekkel bír, mint amit bemutattak a, az antropikusok a Cloud artifact -tel. Nézzük is meg ezt a GitHub-os projektet. Mindjárt ráfrissítek, hogy történt a változás. Nem tegnap volt az utolsó frissítés a projektnek, de azért folyamatosan dolgoznak rajta, és itt láthatjátok, hogy ezt a saját gépünkön tudjuk folytatni, futtatni, és elég hasonló a felépítése is. Tehát van egy kódfülünk, egy preview nézetünk, és tudunk generálni vele akár python javascript es Next.js-es appokat, tehát egy, egy csomó mindent tudunk vele készíteni, bár amire szükség van, az egy antropikus API kulcs és egy E2B API kulcs, viszont mivel antropikus API kulcs kell, ezért valószínűleg ez nem lesz teljesen ingyenes, tehát maga a program futtatása az az, de ha az antrofeiknak az API kulcsát használja, tehát ugye a Cloud ot elérjük ezen keresztül, ami generálja a kódot, az már viszont fizetős. Természetesen valamilyen szinten az ingyenes TR-ben is lehet használni az antrofiknak a Cloud API kulcsát. Itt látjátok azt, hogy 5 kérés percenként illetve itt van, hogy mennyi token per perc, és összesen egy nap mennyi token lehet használni. Tehát ebben ilyen egyszerűbb dolgok azért bőven beleférnek, és nem fogjuk elhasználni a FreeTRS hozzáférést az API-on keresztül. Tehát valamilyen szinten azért lehet használni, nem ezt akartam, tehát valamilyen szinten lehet ingyenesen használni egy bizonyos ideig ezt a githubos kódot, amivel hasonlókat tudunk generálni, mint a Cloud felületével. Elképzelhető, hogy majd integrálnak esetleg egy oláma nyelvi modellt bele, ami már teljesen ingyenesen futhatható a számítógépünkön, és akkor nem fog kelleni még a Cloud API kulcs sem, hanem teljesen ingyenesen akármennyi kódot generálva tudjuk folytat itt futatni a gépünkön, nem csak egy bizonyos mennyiséget. Ezett volna a videó, szerintem nagyon-nagyon látványos és nagyon jó használható a Claude féle Artifact, és itt láthatjátok, hogy mennyi mindent képes generálni, mindenféle kódokat, dokumentumokat, weboldalakat, SVG-ket, mermét diagramokat, React komponenseket, adatvizualizációt, matematikai formulákat, tehát rengeteg-rengeteg minden generálására és megjelenítésére képes, amik ráadásul, hogyha olyan típusak, azok interaktívak, és újra fel tudjuk őket használni, és nem csak itt, mint a ChatGPT-ben a kódot kimásolva, valamilyen úton-módon megpróbálni futtatni a saját gépünkön, látjuk majd azt, hogy mit is csinál az. Tehát ez sokkal egyszerűbb, sokkal jobban átlátható, amit kitalált az Antrofic a Cloud használata esetén. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, hogy másokhoz is eljusson, illetve szeretném még megemlíteni számotokra az emberen Pint Discord szervert, ami nagyon jó társaság gyűlt már össze, hogyha bármi kérdésed van éjjel -ja kapcsolatban, azt itt nyugodtan felteheted, illetve szeretném megosztani bármiféle tartalmat, legyen az képszöveg, hang, videó, azt is megteheted itt, illetve van egy ingyenes képgeneráló szolgáltatás ide beépítve, amivel szuper jó képeket tudsz korlátlan mennyiségben generálni az MPRM Pintyő Discord szerveren, a linkje ott van a videó leírásában, azon keresztül lehet csatlakozni a szerverhez. Illetve szeretném még mindenféleképp megköszönni a YouTube-os és a patronos támogatóknak, nélkülük nem jöhetnének létre ezek a tartalmak. Ha te is szeretnéd támogatni a csatornát, akkor azt a YouTube videó köszönöm gomb megnyomásával megteheted, illetve csatlakozhatsz is az Emperor Pintja YouTube csatornához, hogy szeretettel várok mindenkit, mind a Discord szerveren, mind a kommentekben, akár, hogy ti mire használtátok, és mire, milyen ötleteitek vannak, hogy ez az Artifact például mire lenne jó szerintetek. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, sziasztok!